in this tree, there is one of the most extraordinary plant predators. It's one animal that I don't need to sneak up on. Boo! This extraordinary creature is half blind, half deaf, and this is just about as fast as it can move. Sziasztok, és nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. 8. évad 4. rész, az utolsó Stark. És hát figyelj, érdekes. Ezt a videót a tubeshop.hu egyedi pólók támogatta, ezúton is köszönöm szépen a szponzorációt. Na, eljött az idő, hogy leüljünk beszélgetni. Mindenki tudja az álláspontomat, a trónok harca számomra halott, viszont nagyon igyekeztem. Próbálom szeretni, de ismered az érzést, amikor szakítasz valakivel, aztán 3 nappal később ismét együtt vagytok, hogy hátha most valami más lesz. Nem. Először is a lényeg, Starbucks. Na most ott hagytak az asztalon egy kávét. Úristen, mi lesz most? Rengeteg filmet láttam már, és azok közül van egy csomó, amire azt mondom, hogy bármikor megnézem. Annyira epik. Kivétel nélkül mindegyikben van egy ilyen baki. Gladiátor, Trója, Gyűrűk ura, Mennyei Királyság, Utolsó Szamuráj, sorolhatnám. Tehát én úgy gondolom, hogy ha azért fikázunk egy sorozatot, mert emberek készítik, emberek, akik hibáznak, ki a hátamat érdekel, hogy véletlenül ott maradt a kávé? Ha mindenképpen kötekedni akarunk, akkor olyan dolgokba kössünk már bele, ami lényeges. Danny törvényesítette Gendryt. Ő lett Viharvég ura. Na ebbe kössünk bele. Először is. Robert, ugye Gendry apja, soha nem ismerte el őt, mint saját fattyát. Ennek következtében ő nem Gendry valaki, hanem csak Gendry. Viszont ha ez már nem érdekel senkit, akkor a fattyú neve sem korrekt. Tehát Gendry nem folyami. Ha már mindenképpen adni akarnak neki egy fattyú nevet, akkor ő vizes. Vizes Gendry. Igen, legyetek szívesek leírni, hogy a könyv és a sorozat nem ugyanaz. Írd le, aztán folytatjuk. Várok. Megvan? Nagyszerű. Ez igencsak okos politikai húzás volt. De elmondom ismét. Danny nem királynő. Ő királynő akar lenni. Tehát mindaddig, amíg maga a királynő nem törvényes, hogy a derekamba tudná törvényesíteni Gendryt. Senkit nem érdekel, meg kellett történjen, hogy Arya baba azt mondhassa, hogy ő nem akar úrnő lenni. Ja. Így van, tehát Arya már gyermekkorában eldöntötte, hogy ez a lady stílus nem kell neki. Valaki magyarázza már meg nekem, hogy Bran mi a hátamat csinál. Tehát azon kívül, hogy rejtélyes mondatokkal dobálózik, meg olyan, mint egy lajhár, így tulajdonképpen miért van ott? Brienne és Jamie. Én nagyon imádom őket. Nagyon imádtam az egész történetüket, mindent, amin keresztül mentek. De most legyünk már őszinték. Tényleg olyan fontos, hogy deres populációjának az legyen a hétköznapi célja, hogy mindenki megdugjon mindenkit? Az ő kapcsolatuk kurva jó volt egészen addig, amíg megvolt ez a soha nem lehetnek egymáséi történet. Most lehet itt jönni Tristan és Isolda történetével, de az más. A szarkavarás nekem nagyon bejön. Ugye számítani lehetett arra, hogy Varys elárulja Dannyt. Az indok az tulajdonképpen annyi, hogy az északiak Jont ünnepelték, nem Dannyt, ami elég nevetséges, mint indok, de hát ez van. Jon ismételten bebizonyította, hogy ostoba, tehát az annyira szereti Dannyt, meg annyira nagyon durván szerelmesek, hogy az első adandó alkalommal elárulja őt. Tehát elmondja a valódi származását Sansának, pont annak az embernek, akiről köztudott, hogy nem kedveli Dannyt. És utána majd meglepődik, hogy lehet, hogy nem kellett volna elmondanom. Ja, lehet. Bronn felbukkant. Na most, ha azt kérdeznéd, hogy hogyan nem vettek észre egy csávót, akinél van egy számszerély, hát ott van rajta az a fekete köpeny. A köpeny mögé sok mindent el lehet dugni. Tehát megbeszélik, hogy az egyik sereg gyalog megy a királyi úton, a másik pedig a tengeren. Külön megbeszélik azt is, hogy Euron Greyjoynak van egy flottája. Mutatok valamit. And dozens more are mounted on the decks of the Iron Fleet. While Danny kind of forgot about the Iron Fleet and Euron's forces, they certainly haven't forgotten about her, and they're just waiting for her to come back. Danny elfelejtkezett a vasflottáról. Tehát ismétlem, Danny elfelejtette, hogy Euronnak van 1000 hajója.
Én igazán nem akarok az a csávó lenni, aki ilyen apróságokba beleköt, de édes jó Istenem. Elindulsz, hogy te majd meghódított királyvárat, de elfelejted, hogy az ellenségednek is van serege. Hogy a faszba? Régál meghalt. Na most ez is roppant érdekes, ugyanis vannak ezek a skorpiók, oké? A skorpiók nagyon durván ütnek, de azért ennyire nem. Tehát konkrétan ez most úgy néz ki, mintha feltalálták volna a lőport, és nem tudom, elkezdték volna őket ágyukkal lőni. Jó, tehát ez megtörtént. Danny ismét elvesztette az egyik gyermekét, mi lesz most? 13 darab makulátlan társaságában elmennek királyvár kapujához, hogy Cersei-t felszólítsák a megadásra. Ugye mindenki látta, hogy a bástyákra felszerelték a skorpiókat. Ugye mindenki látta, hogy Drogon elkezdett ott hátul legelni, vagy nem tudom. Tehát itt van a bitorló sárkányok anyja, akinek egy sárkánya van, az is a földön. Neked van vagy 12 skorpiód, amik ezek szerint egy hajót is átütnek, tehát a sinus-cosinus tétel szerint miért nem ölik meg Dannyt? Miért nem ölik meg Drogont? Cersei. Konkrétan felkínálják saját magukat, és nem csinál semmit. De van még egy kérdésem. A 7. évad végén ott volt Tyrion, ott volt Jaime. Mindkettejüket megölhette volna, mindkettejüket elengedte. Majd elküldi Bront, hogy végezzen velük. Bron nem öli meg egyiket sem. Tyrion ott áll előtte. Végre bosszút állhatna, és megölhetné. Mit csinál? Semmit. Tehát itt jön a képbe ismételten, hogy hogyan csináljunk teóriákat, ha a karakterek életképtelenek. Elfogják Missandeit, és hát lefejezték. Beszéljünk egy kicsit Dannyről. Én nem kedvelem, abszolút, de azért, amit ebben a részben kapott, az durva. Missandei utolsó szava az volt, Dracarys. És a polgárok egyből nekiálltak, hogy Dany az őrült királynő. Na, tehát vagy te, aki fáradozol, hogy királyvár lakosságának pusztulását elkerüld. Majd elvesztett kettő sárkányodat, elmész éjszakra harcolni, ahol szarba sem néznek. Kiderül, hogy a szeretőd a rokonod, kiderül, hogy a szeretőd a Targaryen ház utolsó férfi tagja, meg utána megölik egy nagyon kedves barátodat. Ebből arra következtettek a népek, hogy Dany az őrült királynő. Sandor és Arya kalandjai ismét elkezdődtek, a vére belindul, hogy megölje a bátyját, Arya elindul, hogy megölje a királynőt, mert ugye ő 140 centi tömör természeti csapás. Varys és Tyrion beszélgetése a sors és végzet létezéséről nagyon adta. Tehát az a lényeg, hogy Dany azt hiszi, hogy ő arra született, hogy a hét királyság ura legyen, de időközben kreált magának egy saját végzetet. Kis új távozása után nagyon jól esett egy kis filozófia. Szellemmel kapcsolatban hatalmas felháborodás van. Tehát az egy dolog, hogyha ő nincs, akkor Jon halott. De ennek az egyszerű, mondjuk, visszautasításnak szerintem van egy sokkal mélyebb mondani valója. Csináltak egy olyan kampányt, amiben például Peter Dinklage, azaz Tyrion is felszólalt. Mi ennek a lényege? A trónok harcát rengetegen nézik. Ebből a rengeteg emberből akadtak olyanok, akik annyira hatalmas fanok voltak, hogy a Starkok farkasait saját maguknak akarták. Tehát több ezer ember csinálta azt, hogy megvette a Husky kutyákat, mondván, hogy ők olyanok, mint Szellem, Niméria, Szürkeszél, stb. Aztán mi történt? Két hét múlva kibaszták őket az utcára. Csináltak egy kampányt, amiben megkérték ezt a kötek felfújható gumiembert, hogy ne vegyék meg a Huskykat, hogyha nem képesek gondjukat viselni. Én úgy gondolom, hogy azért akarták kivenni Szellemet a sorozatból, hogy ezzel is csökkentsék a félkegyelmű emberek vágyait. Aztán lehet, hogy semmi köze nincs ehhez, de azért igazán megsimogathatta volna, vagy valami, érted. Nekem is volt egy kutyám, akivel gyakorlatilag együtt nőttem fel, tehát ha nincs mögötte valami mondani való, akkor a felháborodás abszolút jogos. És még így a végén beszéljünk arról, hogy ismét szóba került Dorn. Dorn új hercege megesküdött, hogy támogatni fogja Dannyt. Miért? Dorn új hercege. Ki? Tehát csak hogy tisztázzuk. Dornnak abszolút semmi problémája nincs azzal, hogy Oberyn meghalt. A könyvekről beszélek. Tehát Oberyn saját maga meghozta a döntést, miszerint párbajozni fog Gregorral.
pontosan tudta, hogy a hegy az igencsak nagy falat. Meghalt. És ő maga döntött úgy, hogy kiáll ellene. Tehát ez az úristen, bosszuljuk meg Oberyn halálát, mert a Lannisterek tehetnek erről is. Nem. Ezt úgy nevezzük, hogy a sorozatban megerőszakolták a Dorne-i történetet. Tehát gondolom ez az ok arra, hogy Dorne támogatni fogja Dannyt. Oberyn halála. Meg ugye meg kell említeni azt is, hogy Elia Martellt és az ő gyermekeit Tywin Lannister parancsára mészárolták le. Tehát ha ez az ok, akkor az elfogadható. Bosszú. Szóval ez lett volna a 8. évad 4. rész kibeszélő. Nem tudom. Nekem egy kicsit gyors, kicsit sok az információ hiány, kicsit sok a miért nem cselekszünk logikusan, de ez van. Nem tudok vele mit csinálni. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!